Köszöntöm a kedves nézőket, a minden hétköznap jelentkező Szentendre ma a hírmagazint látják, következzenek kiemelt híreink röviden. Szentendre összeköt, több párt, civil szervezet és magánember vett részt a nemrégiben megalakult közösség zászlóbontásán. Templom Dombi általános iskola. Iskolanyitogató foglalkozást tartottak a leendő első osztályosoknak múlt pénteken. Vigyázók! A Had és Kultúrtörténeti Egyesület múlt csütörtöki előadásának aktualitását a több mint két éve tartó orosz-ukrán háború adta. Több párt, civil szervezet és magánember vett részt a nemrégiben megalakult Szentendre összeköt közösség zászlóbontásán. Az eseményt pénteken tartották a Ferences Gimnázium régi tornatermében. A több mint 300 jelenlévő egyetért abban, hogy a jelenlegi városvezetést egy új, jobb, a város ügyeit és polgárait jobban megbecsülő vezetés váltsa a június 9-i önkormányzati választás után. A közösség polgármester jelöltje Petricskó Zoltán. Nekünk az fontos, ami összeköt bennünket, nem pedig az, ami szétválaszt. Mert Szentendre ennél jóval többet érdemel. Ez a mottója a Szentendre összeköt közösségnek, melyhez sokféle világnézetű, vérmérsékletű és politikai érdeklődésű személy csatlakozott. De egy dolog mindenképpen összeköti őket, Szentendre az otthonuk iránt érzett felelősségük. Tisztelt szentendrei értékőrző barátaim! A kisfilm végén elhangzott egy mondat, és ezzel szeretném kezdeni a mai mondandómat. Fogjunk össze, mert szerintem csak így lehet normálisan és békében élni. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a jelenlévőket Petricskó Zoltán polgármester jelölt, majd beszédében a békesség fontosságára hívta fel a figyelmet. Túlságosan is átjár mindent a nagy politika, a gazdasági érdekek, a pénz, a nagyra vágyás. Már nincs, vagy egyre kevesebb időnk van valódi beszélgetésekre. Csak elrohanunk egymás mellett, és sokszor meg sem kérdezzük, hogy hogy van a másik. Félszavakból érteni véljük az embereket. Igyekszünk csak címről eldönteni, hogy egy hír igaz, vagy sem. Azt hisszük, hogy csak két nézőpont létezik. Az egyik a rossz, a másik pedig a jó. Kérdem én, hol van mindenben a békesség? A nemrégiben megalakult közösség tagjai hisznek abban, hogy Szentendre páratlan adottságaival képes felvenni a versenyt az ország más részeivel, és képes hasznosítani a városban és az itt élő emberekben rejlő értékeket. Véleményük szerint ehhez csupán szakértelemre, politikai vitákon felülálló együttműködésre és városszeretetre van szükség. A Szentendrén élő Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Széchenyi díjas magyar turkológus történész is ezt hangsúlyozta beszédében. Ma épp azért álltam ki ide önök elé, hogy egy ilyesfajta egyetértés szerény propagálója legyek, elmondva, hogy a ma bemutatkozó polgármester jelölt hitem szerint alkalmas kovásza lehet egy helyi új politikának vagy szövetségnek, amelyben mindenkinek helye van, amelynek tagjai, fő- és mellékszereplői nem tévesztik el szerepüket, nem országos politikát akarnak vinni, mint teszik egyesek, nem az eltérő vélemények félresöprésével foglalkoznak, hanem azzal, amivel egy Szentendréhez hasonló városban foglalkozni kell, a város arculatának, értékeinek védelmével, a valódi problémák megoldásával, és a tágabb környezet olyatén alakításával, hogy ez a csodálatos, de megkopott fényű Szentendre ismét élhető hely legyen, egy kincsekben gazdag, igazi otthon. Az akadémikus hozzátette, szinte a 16-17. Századi elődökhöz, Bocskai István fejedelemhez hasonló bátorság kell ahhoz, hogy ma valaki ne azt nézze, hogy ki beszél, hanem hogy mit mond és van-e annak értelme. Bocskai szavaival élve az ember már csak önbecsülésből sem engedheti meg magának, hogy nem hagy nyomot maga után. Aki teheti és képes rá, hogy nyomot hagyjon,
az nem fordulhat el, nem zárkózhat be, amikor szeretett városunk megújításának óriási feladata dörömböl az ajtón. Petricskó Zoltán, a nagyobb és szűkebb hazáját szerető és ismerő ember, készen áll arra, hogy széles egyetértéssel új korszakot nyisson Szentendrén, és nyomokat, látható nyomokat hagyjon ezen a városon. Petricskó Zoltán, a közösség polgármester jelöltje elmondta, bízik a mozgalom erejében. Hívlak benneteket arra, hogy a békesség jegyében mindig a város érdekeit nézzük, hallgassuk meg, és próbáljuk megérteni egymást. Cselekedjünk együtt, bármilyen széljárás uralkodjon a jövőben. Legyünk mi a békesség, amely változást hoz. A Szentendre összeköt mozgalom várja azok csatlakozását, akik elkötelezettek a városért, és újra egy fejlődő jövőben bíznak. Iskola nyitogató foglalkozást tartottak múlt pénteken a Templomdombi Általános Iskolában. Az érdeklődőket a leendő tanítónénik, a negyedik osztályos tanulók, valamint az alsós munkaközösség pedagógusai fogadták az intézmény udvarán. A pedagógusok és a negyedik osztályosok több programmal várták a kicsiket, akik Tenkesné Halász Enikő kíséretében be is járhatták az egész iskolát. Fontos, hogy a leendő elsősök bepillanthassanak az iskola életébe, hogy a szeptemberi tanévkezdéskor már ismerős helyre érkezzenek, emelte ki az intézmény vezetője. Három csoportra fogjuk őket osztani. Az egyik csoport először kézműveskedni fog, illetve egy mesejátékot néz meg a negyedikesek előadásában, a másik csoport sportfoglalkozáson vesz részt, a harmadik csoportot pedig én körbevezettem az iskolába, megmutatva a legérdekesebb termeinket. És akkor 20 perc után cserélünk, és akkor így minden kisgyerek mind a három programon részt vesz, és mire elmennek, addigra ismerni fogják mind a két tanítónénit, meg azt az iskolát is, ahova majd várjuk őket. Az iskola nyitogató fókuszában a gyermekek álltak, de március 6-án, szerdán a szülők is megismerkedhetnek a leendő tanítónénikkel, valamint választ kaphatnak a felmerülő kérdésekre. Egy szülői értekezlet keretében bemutatjuk az iskolánk pedagógiai programját, elmondjuk, hogy hogy néz ki egy mindennap, ott is bemutatkoznak a tanító kollégák, és ott bármit kérdezhetnek a szülők, tehát ott rászánjuk az időt, hogy minden kérdésükre válaszoljunk. Az intézmény vezetőségének célja, hogy minél több gyermeknek legyen lehetősége a Templomdombi Általános Iskolában tanulni. Nagyon-nagyon nehéz bármelyik szülőnek azt mondani, hogy nem tudjuk fölvenni a gyerekét, és sajnos az utóbbi években előfordult ilyen, hogy túljelentkezés volt. Az iskolánkban minden évfolyamból egy osztály van, ez azt jelenti, hogy egy osztályunk ballag, és egy osztályt tudunk fogadni a jövő tanévtől. Itt a maximális létszám az ugye 27 fő, ezt a tankerület igazgató még bővítheti maximum 32 főig, és nekünk ilyen 30-32 fős osztályaink vannak. A törvény egyértelműen meghatározza, hogy milyen szempontok alapján dönthetünk arról, kik nyernek felvételt az iskolába, hangsúlyozta az intézményvezető. Van az iskolánknak egy beiskolázási körzete, ez lakszím szerint van itt Szentendrén elosztva, tehát azok a gyerekek tartoznak a körzetünkbe, akik megadott utcákban laknak, ez a honlapunkon megtalálható. Úgyhogy őket kell elsősorban fölvenni, és amennyiben maradt hely nem körzetes gyerekek számára, akkor olyan szempontok döntenek, hogy esetleg a testvére ide jár, a szülő, ami beiskolázási körzetünkben dolgozik, vagy sajátos nevelési igényű tanuló. Bogya Jolán tanítónő 2010 óta erősíti a Templomdombi Általános Iskola tanári karát, de szülőként is érintett volt, ugyanis gyermekei is ebbe az intézménybe jártak. Az első munkahelyemen egy hasonló kisiskolában tanítottam, ami egy év folyam egy osztály, és nem is tudtam volna elképzelni az életemet, vagy a munkámat máshogy, mert a családias légkör az nagyon fontos számomra, és ez itt a kezdetektől megvalósul. Az intézmény szabályai annyiban változtak az elmúlt évek során, hogy a szülők reggel nem kísérhetik be gyermekeiket az osztályba. A pedagógusok tapasztalatai szerint az új szokás előnyökkel jár. Feltétlenül előny. Nem gondoltuk ezt mi régen, amikor az volt a természetes, hogy a szülők is bejárnak, de amióta így van, azóta látjuk azt, hogy a gyerekek felveszik az itteni szerepüket, és önállóan mindent természetesen elvégeznek, még ha itt a szülő, hát lássuk be, elvégeztetik anyával azt, amit nem muszáj, azt nem csinálják.
A Templomdombi Általános Iskola legfrissebb információiról az intézmény hivatalos honlapján és közösségi oldalán olvashatnak. Életének 92. évében elhunyt Vadász György, Kossuth és Ybl Miklós díjas építőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Nemzetművésze, közölte az MMA sajtóosztálya az MTI-vel. A Szentendrén élő Vadász György neve megkerülhetetlen hazánkban. A modern építészetet újraalkotó tervező a 20. század építészetének egyik legjelentősebb alakja. Hosszú életét végig meghatározta a tanítás. Nevéhez fűződik a Gellért-hegyi víztározó, az újlipótvárosi Radnóti Miklós Művelődési Központ, de többi között ő volt Zalaegerszeg és Pásztó modern belvárosának tervezője. 1983-tól a Budapesti Városszépítő Egyesület vezetőségi tagja, 2023-tól a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. Isten nyugosztalja! Csütörtök este tartotta a soron következő előadását a Vigyázók Had és Kultúrtörténeti Egyesület. Ukrajna 24 hónap háború címmel Vukics Ferenc nyugalmazott alezredes katonai szakértő beszélt a több mint 2 éve tartó orosz-ukrán háborúról. A több mint 10 éve tartó rendezvénysorozat egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Kezdetben a hallgatók körében nem volt nagy az érdeklődés, de évről évre egyre nagyobb számmal jelennek meg a nézők az előadásokon, ahol tapasztalt előadók láttatják és mutatják be a történelmet. Az MH Altiszti Akadémia befogadott bennünket, akkor kaptunk úgy létszámban egy nagyobb lökést. Ugye itt az állomány adott, és amikor együttműködési megállapotást kötöttünk az Altiszti Akadémiával, akkor az akkori parancsnok Bozó Tibor tábornok úr akkor felkarolta ezt a kezdeményezést, és biztosított ide embereket. Tehát ez a létszám meglökés, ez alkalmanként 30-40 főt is jelentett. Kezdetekben tiltakoztak a hallgatók az ellen, hogy kötelezően jöjjenek lefelé, de azóta ez a helyzet már változott, és akárcsak ma, különösen akkor, hogyha egy érdekesebb témát tűzünk ki, akkor bizony eljönnek. A Vigyázók Had és Kultúrtörténeti Egyesület a háborús helyzetre való tekintettel az elmúlt 2 évben nem tudta folytatni munkáját. Csütörtökön, az este folyamán Vukics Ferenc nyugállományú alezredes, katonai szakértő nem csak a jelenlegi helyzetről beszélt az előadáson, hanem az ide vezető útról is. Bennünket, az egyesületünket érinti, hiszen a mi területünk, úgymond a tevékenységi körünk az Ukrajnához köthető, hiszen Kárpátalján és a Kárpátokon túl kutatunk első és második világháborúban eltűnt, meghalt katonaszemélyek után. Ezért is, úgymond idézőjelben kedvenc ez a téma. Szomorú, hiszen múlt héten, február 24-én volt 2 éves évforduló annak, hogy Oroszország megtámadta a független Ukrajnát. Hangácsi István, a Vigyázók Had és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke az előadás aktualitásáról is beszélt. Szomorú aktualitása van ennek a 2 éves évfordulónak, hiszen a mi tevékenységünket is gátolja ez a harci cselekményeknek mondott, Putyin szavaival mondott háború. Rengeteg ismerősünk harcol a fronton, számosan közülük el is estek a keleti harcokban, úgyhogy ez adja az aktualitását annak, hogy egy katonai szakértőt meghívtuk a mai előadás megtartására. Régóta kommunikál mind a televízióban, mind pedig a rádióban, úgyhogy véletlenül egy érdekes és tartalmas előadást fogunk hallani. A Vigyázók Had és Kultúrtörténeti Egyesület 2024 első fél évében 5 előadást tart, míg a második fél évben további 3 ciklussal készülnek, amelyeket a hivatalos Facebook oldalukon lehet követni. Végül a várható időjárásról. Kedden a változóan felhős napos időben helyenként számítani kell záporok kialakulására, néhol zivatar is előfordulhat. Elsősorban a Dunántúlon lehet élénk az északi-északnyugati szél. Reggelre ismét kialakulhatnak pára és kötfoltok. A csúcshőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Adásunk végén következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Több párt, civil szervezet és magánember vett részt a nemrégiben megalakult Szentendre összeköt közösség zászlóbontásán. Az eseményt pénteken tartották a Ferences Gimnázium régi tornatermében. Iskolanyitogató foglalkozást tartottak a leendő első osztályosok számára múlt pénteken a Templomdombi Általános Iskolában.
Hangácsi István múlt csütörtöki előadásának aktualitását a több mint két éve tartó orosz-ukrán háború adta. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik a Párosan Szép című magazinműsor, melyben Orgoványi Anikó és dr. Viktor András lesz Sütő Péter vendége. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!